A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ azzal, hogy megrendezi minden évben a jelzőrendszeri szakmai tanácskozását, részben jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, részben pedig jó alkalom a szakmai tapasztalatcserére. Hangzott el a Nyíregyházi Egyetem nagy előadó termében, ahol a rendezvényt az egyetem kancellárja, Halkónné dr. Rudolf Éva nyitotta meg. Több kiemelt képzés mellett mind az óvópedagógus képzés, a kisgyermek és csecsemőgondozó, tanító és tanárképzés olyan szakok, amik egyrészt a jövőben jelentős fejlesztésen és fejlődésen fognak keresztül menni, másrészt pedig nagyon fontos társadalompolitikai és oktatáspolitikai célkitűzései vannak az elkövetkezendő évekre tekintettem. Tehát ezen a konferencián, hogyha felvetik ezeket a problémákat, kérdéseket, megoldandó feladatokat, erre mondtam, hogy a lehető legjobb szakemberek a lehető legjobb helyen gyűltek össze. A tavalyi évben közel 1300 jelzés érkezett a nyíregyházi jelzőrendszeren keresztül. 929 esetben kiskorút, 324 esetben pedig felnőtteket érintett a jelzés. Az elmúlt évekhez képest Lengyelné Pogácsás Mária szerint megnövekedett az elhanyagolásos esetek száma. Elgondolkodtató az a tény, hogy a fizikai elhanyagolás nőtt meg az utóbbi évekhez képest jelentősen, ez a tavalyi évhez képest a duplája, és hogy a fizikai elhanyagolás az elsősorban abból adódik, hogy tehát ez nem bántalmazás, de nem megfelelő ruházat, nem megfelelő étkeztetés, nem megfelelő egészségügyi gondolkodás a kiskorú gyerekről. Ugye ezeket a tapasztalatokat összegyűjtve a következő évnek valószínűleg hasonló témában fogunk előadókat hívni. Hozzátette, nem csak a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, de a társadalom bármely tagja irányából érkezhet jelzés annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét minél hatékonyabban tudják megszüntetni. Hogy ki lehet jelzőrendszeri tag, szintén jogszabály szabályozza. Itt elsősorban is talán a legfontosabbat említem az oktatási nevelési intézményben dolgozók, az egészségügyben dolgozók, a védőnők, akik a telepen vannak, a pártfogó felügyelők, a bíróság, a rendőrség, szociális területen dolgozó szakemberek, illetve végső soron maga az állampolgár is a jelzőrendszernek a tagja. Azt, hogy a veszélyeztetettséget észlelik, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, hiszen sok mindenki szokott félni. Ugyanakkor, ha a jelzést megteszik minden minősítés nélkül, a szolgálatnak az a feladata, hogy fölvegye a családdal a kapcsolatot, és megnézze az adott problémát. Ha például egy kiskorú gyerek tekintetében mondjuk megváltozik a magatartása, különös szokásokat vesz föl, ami már aggodalomra adhat okot, akkor meg kell néznünk, hogy a családban ennek milyen gyökerei lehetnek. A szakmai tanácskozáson a gyermekbántalmazás mellett az online tér veszélyei, valamint a szerzői jog és a közösségi média használat aktuális kérdéseit is megvitatták.